De a golyót? Nem. Épp a golyókról beszélek. Ja, várj. Az Ikea golyó. Remélem, hogy nem vagyok annyira tén. Szóval jó reggelt. Ja, épp kimondom, hogy golyó? Igen. Azzal kezdenet, hogy golyó. Szóval épp itt császkálunk Ikea-nál. Én még nem köszönöm, mert... Akkor sziasztok! Egyébként még én sem, úgyhogy lefejezettem reggel intrózni, mert majdnem lekéstem a buszt. De, na akkor sziasztok! Végre! Már el is felejtettétek itt a blog csatornám, hogy hogy néz ki a Lex. Na mindegy. Éppen megyünk izgi dolgokat csinálni ma. Itt összevarratjuk egész testünket. Szétvarratjuk magunkat. Nem, megyünk tetováltatni, illetve én. Hát igazából megvan a tetoválás, csak újra kell ütetni egy icipicit. Úgyhogy az lesz ma, meg aztán megyünk Ikea-ba forgatni. Végre, és ha minden jól megy... Ez az. A zikremet. Annyira béna vagyok, vagyis annyira nem látok, hogy nem látok el a kameránk. Nem látom, hogy annyira vagyok. Ja, úgyhogy... nem vagy ronda. Nem ronda. Mondjátok, hogy nem ronda. Na. Szóval megyünk, szóval szétvarratjuk magunkat. Kikázunk, forgatunk, utána egymással forgatunk. Ja, és még valakivel találkozunk, de azt majd megtudjátok, hogy kivel. Ja. Szerintem sokan ismeritek. Szerintem is. És lehet, hogy még valakivel, mert nekem kell találkoznom majd Evelinnel. Odaadja a szoknyát? Ja. Azzal aztán... az Evelinnel a másikkal. Másikkal meg majd később. De ezt, erről még nem tudtok, jó? Épp hát megyünk az úton, megpróbálunk nem meghalni. Igen. Az a baj, hogy már voltam tetováltatni, de hogy elfelejtettem, hogy de már hol van. Az mi azok a... Szóval nem tudom, hogy merre van a tetoválom. Drága Barbie, segíts, kiabálj, merre vagy. Na, majd jelentkezünk! Mua. Ez viszont most jobban fáj. Igen, az sajnos az új, az egy borzasztóan érzékeny résőnek. Túléltem! Csak te már vérzik! Már vérzik! De túl fogom élni remélhetőleg. Ha nem, akkor egyedül fogod megcsinálni ma akiket. Egyedül rendezed be a szobát, tavasz inspirált a színekbe. De nem szeretném, megmentlek, adok ezt a szájban szájlőleg. Na, annak lenne nézettség. Annak biztos. Majd szerintem még csak mindig kijött magunkból az internet. De az az első, hogy golyó már kell. Golyó! Ettél már golyót? Ez az. Úristen, milyen hangos vagyok. Ez lesz a címe. Ettél golyó. Ettél már golyó. Viszont az Ikea-s golyóra gondoltam. Reklám. Nem látom a felületet. Nem olyan golyóra gondoltam, tehát így. És de ha együtt vagyunk, akkor mindig valami van. Múltkor leesett a lépcső. Meg a rendőrök. Ja, lekapcsoltak a rendőrök, és hasonlók. Meg amúgy így elbeszélgetünk. Csak egy sima terrortámadás volt, semmi baj. De mi arra jártunk? Lánykánk már mindjárt elvédik. Igen, de már csak pár perce van hátra. Szerettelek titeket, a feliratkozóimat. A mobilod az enyém. A mobilom és a feliratkozóim a Lexáj. Oké, köszönöm. Vigyázz a csatornám. Ne az ebbra hoz az én. Na, mit akar? Megyünk enni. Megmegyünk megnézni H&M-ből a zipőt, aztán felvesz minket a zipőt, és felvesz minket Anita. És nagyon jó lesz. Megyünk végre. Kikázni. Igen, ha hosszú idő volt, mert összehoztuk. Ja, úgyhogy... majdnem le is mondtuk, de a végére így azt na jó, gyertek velünk! Ja? Ez most videó? Igen. Nagyon finom, vanilla bean, valami.
nagyon. Az a tiéd, várjál. Nem, ez a tiéd. Úristen! Na már most. Szóval összecseréltük, igen. Várj, tényleg jó, hogy van rózsa. Tésztesztet kérünk. Csak ne égesd le a szád. Olyan, mint a vaníliás kávét innen. Megfogalmazás. Taps. Ide bevágok valamit, taps. De amúgy ez tényleg nagyon finom. Ez valami új cucc, nem? Igen. És, ja, még nem vettünk cipőt Alexának. Majd szerintem délután vagy este. De sikeresen felborultam. Igen. És most próbálunk Instagram képet csinálni, de valaki kotkul, és hát nem enged oda a kívánt helyre. Nem tudunk kanapéra menni. És... Na kérek én is tésztesztet. Na. Az enyém. Igen, ez a ti. Mi ez? Azért ellenőriztem. Nem, a fóliában tésztem. Ja, tényleg be van fóliázva, meg vérzik, meg izé. Kivérzik itt nekem. Na milyen? Ja, még le se jutottatok. Sima latte. A szokásos. Bementem ma reggel a Starbucksba, amíg vártam Evelynre, meg szokás Alexára. És a West Endbe szoktam nagyon sokat járni. Bemegyek, rám néz a srác. Szokásosat? Ennyire is kiszámítható vagyok? Hát, igen. Ez a kiszámítható. Fincsi-mincsi. A sima latte, ja, hogy ez már a második? Hát ma igen. Szóval sima latte és beleszorva vagy 6 kiló kakaó. Milyen szép piros a szád, olyan, mint aki volna festő. Vagy rózsaszín. Ja, inkább piros majdnem. Ugye ezen gondolkodom, szerintetek ezt hagyjam magamon, vagy igen, nem? Akartam mondani, már amikor küldted a képet, már láttam, hogy van. Ja, amúgy nagyon szexi vagyok, ez újatlan, csak alávettem, mert hideg van és tél, úgyhogy hát felvettem, és úgy nézek én, egy kisbaba ilyen, de nem baj. De már nagyon várjuk a micsodit. Kikát, igen. Igen. Ez nagyon elényes kapott, ezt mondtam. Ez nagyon jó lehetett, meg ez is amúgy, de ez már nagyon várjuk a kikát, tényleg. Igen. Na és ott látja, ott akartunk fotót csinálni. Ja, csak hát, tudjátok, de megpróbálok mindjárt fotót csinálni, mert még nem sikerült egy sem. Visszaadom a szót, Alex. Köszönöm, kis Alexandra. Átvettem a híradót, újra kapcsolom. Ez a nagyon híradóban. Láttunk egy boltot, aminek az a neve, hogy OVS. Úgyhogy kísért minket. És képzeljétek el, mikor OVS lesz, és ide jövök, akkor már megcsinálom az államvizsgám, ugye megcsinálom. Megcsinálom. És nagyon jó lesz. Úristen, nagyon várom. És itt alszik, és bulizunk, és... Igen. Tavaly nem volt nagy buli, kis nem, buli volt, aztán nem, de jó haza. Volt, csak nem volt olyan... Mármint az after buli. Buli. Ja. Az jó. De még az OVS sem. OVS sem. Nem, hát ki kell kapcsolnom. Föl kell öltöznem. Megjöttünk a... Kikába. A Budaörsibe vagyunk, Alexandra tolja a társgát. És ott van Anita is. Csak most épp anyatigris játszik és megy előre. Éppen kikázunk, várjuk a liftet, és marha jó a lift, mennyire megmutatom. Nincs oldala, vagyis hát van oldala, csak üveg. Csak és ez nagyon jó azoknak, aki tévészonyos, azt én. Mi? Hova megyünk? Menjünk egyesre. Jaj, vagy a kett? Nem, a nulla. Nem, az igen, nulla. Na nézzetek, és így megyünk le, és üveg. Az az érdekes, hogy nem vagyok rosszul. Meg van tükör. Pedig a meg rosszul. Ja, tényleg. Jó, akkor még egyet menjünk le. Bocsi. Pardon. És akkor menjünk a dekorba, összeszedjük, utána meg ha van időnk, akkor följövünk, és az érkezet is összeszedjük. Mert az dekorálom. Igen, amúgy. Kicsit sem vagyok, ám fel, így járok a kikába. Nem. Nekem lesz. Ez a baj, hogy ezt nem tudjuk fel. Én fel. Itt lesz a szobánk, amit berendezünk. Meg a legjobb. Igen. Okay, őt fogjuk berendezni. Az tök unalmas, a tök szép. A 115-es. Vagy mi szobánk. Ott. Igen. Ott. Velem jön. Haza. Adunk egy puszt. Kész a szoba. Az első. Ott van. Rózsaszín. Nagyon sokat meg minden van itt. És itt a unicorn. Unicorn. Igen. Köszönjetek, fiúk, lányok, ne kockuljátok. Hali. Sziasztok! Na, végre. Nem kockultok. Hello!
A legjobb stáb a világon. Elviseltek ja. minket, úgyhogy ez már jó. Ami az. Szóval itt van az... Nem, nem mondhatok. Majd nézzétek meg a kikát. Jó? Sziasztok! Itthon vagyok, végre ágyban. Hosszú nap volt. Nagyon fárasztó, úgyhogy örülök, hogy végre itthon vagyok, végre ágyban. Alexet feltettem a vonatra, előtte megtalálkoztunk Evelinnel, akkor Tomai Evelinnel sajnos, akkor nem vlogoltam, mert valahogy nem került elő a kamera, pedig ígértem, úgyhogy sajnálom, de úgyhogy nem vlogoltam. Elemme, hogyha akartok látni, akkor kép van az Instagramon, mindenkinek az Instagramján, azt nyugodtan megkukkolhatjátok, lesz mindenkinek az infoboxban a linkje. Én meg, szóval itthon vagyok már, ágyban chillelek az új haverommal, és ha már itt tartunk, ha már itt tartunk, adjatok neki nevet, jó? Én amúgy épp Disney-t nézek, és mindjárt elalszom. Úgyhogy elköszönök. Ne felejtsétek el nevezni a kis drágaságomat. Jó éjszakát!